Bonyhád városa korábban is támogatta a sportegyesületeket és a civil szervezeteket is. Az önkormányzat évek óta szerződést köt a támogatást elnyerőkkel, melyet ünnepélyes keretek között oszt szét az érintettek között. A szerződések a 2019-es évre szólnak, és segítik a szervezeteket, hogy az elkezdett munkájukat, a megtervezett eseményeiket meg tudják rendezni. Filóné Ferenc Ibolya, Bonyhád polgármestere köszöntőjében kiemelte, hagyományt teremtettek ezzel az átadással. Azt gondolom, hogy minden olyan esemény a város életében, amely valamilyen módon kapcsolatos a hagyományokkal, az fontos. Hagyományteremtő szándékkal is újabb és újabb események és különböző programok szerveződnek a város életében, mint ahogy az elmúlt hétvégén is már egy napon két ilyen kezdeményezés volt, például a Kosárlabda Egyesületnek a sportos családi napja, vagy említhetném a Művelődési Központ és az önkormányzat által közösen szervezett kert, első tavaszváró kertészeti napot, de ha hagyományokról beszélünk, akkor azt is meg kell említenünk, amelyek már valóban akár több évtizede megtartásra kerülő rendezvényeket ölelnek fel. Van ilyen, a városban nem is egy, büszkék vagyunk rá. Ilyen például, ha egy 30. jubileumi eseményt említhetek, a Székely Szövetségnek a 30 éves jubileuma, és magának a fesztiválnak, a Bukovinai Találkozások Nemzetközi Folklorfesztiválnak a 30 éves jubileuma. És ha már a hagyományról beszélünk, a civil szervezetek, vagy akár a sportszervezetek életében is, az az összekötő kapocs az én gondolataim szerint, hogy ha összhangot tudunk teremteni, a hagyományok ápolása és őrzése, meg a mai élet, a megújulás, a fejlődés között, akkor igazán viszi előre azt a közösséget, amelyben élünk, a város lakóit, hiszen ez egyrészt azt is jelenti, hogy ismerjük és tiszteljük is a gyökereinket, másrészt pedig azt is, hogy büszkék vagyunk mindarra az eredményre, amelyeket közösen értünk el a város életében. Az esemény különleges pillanata Illés Tibor születésnapi köszöntője volt. A Bukovinai Székelyek Országos Szövetségének elnöke idén töltötte be 60. életévét, az általuk szervezett Bukovinai Találkozások Fesztivál pedig 30 éves jubileumát ünnepli idén. Évről évre visszatérő támogatás, hála jó Istennek, a Bukovinai Székelyek Országos Szövetségének ugye egész éves programja van. Ez a támogatás mindenképpen, hiszen a Bukovina Fesztivál az idén lesz 30 éves, és ez sokat segít nekünk ugye abban, hogy a megrendezésre kerülhessen ez a fesztivál, valamint ugye az éves programunkban is, hiszen ahogy mondtam, átöleli az egész évet. Úgyhogy köszönjük a város részéről, és mind ahogy többen már említették, tehát igazán büszkék lehetnek, illetve megköszönhetik a civil szervezetek, hiszen tényleg a környékben, illetve a megyében ilyen magas támogatásban a civil szervezetek szinte Bonyhádon részesülnek, úgyhogy még egyszer köszönjük a város vezetése nevű részéről, és hát reméljük, hogy a közeljövőben, illetve az következő években is hasonló támogatásban részesülhetünk. A civil szervezetek mellett részesültek támogatásban a sportegyesületek is. A Bonyhádi Olyamakarate Sportegyesület, a Majosi Sportegyesület, a Bonyhádi Labdarúgó Klub és a Bonyhádi Kosarasok is átvehették a támogatásról szóló szerződést. A támogatottak sorában van az Art Contact Bonyhádi Kortárstánc Egyesület is, akik az elnyert összeget a hagyományos és hagyományteremtő rendezvényeikre akarják majd fordítani. Mai esemény az minden bonyhádi civil szervezet részére úgy gondolom, hogy nagyon fontos volt, hiszen a város ezen a napon adta át a támogatási szerződéseket a 2019-es évre. Számunkra a Bonyhádi Art Contact Kortárstánc Egyesületnek is kiemelten fontos ez a nap, hiszen az itt nyert támogatást a hagyományos, illetve a hagyományteremtő rendezvényeinkre tudjuk fordítani. Nálunk ez elsősorban most kettő rendezvényt jelent, az egyik a Táncművészet Világnapja alkalmából megrendezésre kerülő egésznapos programjaink, a másik pedig az egyesületünk által támogatott fiatalok, gyerekek tánctáborának a támogatása lesz. A civil szervezeteket 6 millió forinttal, míg a sportegyesületeket 30 millió forintos támogatásban részesítette az önkormányzat.